Himnuszt énekelték el elsőként a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából összegyűlt résztvevők június 4-én a református templom kertben lévő Trianon emlékmű előtt. A Magyar Országgyűlés 2010-ben a trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. E napról városunk lakói a Györfi Lajos szobrászművész alkotta Turulmadár szobránál és az országzászlónál emlékeztek meg immár második alkalommal. Elsőként Juhász Gyula Trianon című versét hallhatták a jelenlévők, Szabó Marian a Kálvin téri általános iskola tagintézmény 8. osztályos tanulója előadásában. Nem kell beszélni róla, sohasem. De mindig, mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni. Nem, soha, amíg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. Egy ezer évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. Talán az országunkat ért legtragikusabb, máig fájó eseménye történt 1920. június 4-én. A Versailles-i Kis-Trianon kastélyban írták alá az első világháborút lezáró békeszerződést, ami országunk feldarabolásához vezetett. Majd egy évszázados hallgatás és elzárkózás után napjainkban az emlékezés lehetősége a nemzeti összetartozást erősíti a magyarságban. Június 4-e a nemzetünk egyik meghatározó tragédiája. Ez az a nap, amikor országunk területének kétharmadát elcsatolták, 282 ezer négyzetkilométerből mindössze 93 ezer négyzetkilométer maradt, és amikor az összes arany, ezüst, réz, sóbányát, a vas, szén, a közutak, a vasutak, az ipari üzemek körülbelül felét elveszítettük, és amikor a magyarság egyharmada, 3.300.000 ember az új határokon kívülre került. Két évvel ezelőtt az országgyűlés elfogadta a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt. Közel egy évszázad, 90 év után e napnak nevet adtak. Ezt a jogszabályt már régen vártuk, és várták mindazok, akik szenvedtek attól, hogy a magyar állam mindeddig nem mondta ki, hogy minden tragédia és szétszakítottság ellenére a magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. Ezzel a törvénnyel nem csak a trianoni békediktátum tragédiája emlékezünk, hanem arra a hatalmas erőfeszítésre, amelynek köszönhetően a magyar nemzet újra meg tudott erősödni és büszke nemzetként állni a 20. század viharait, a 21. század kihívásait. A trianoni békeszerződés aláírásának emléke végig kísérte a 20. századot, de nem volt lehetőségünk együtt emlékezni erre a napra. Mára azonban az érzések letisztultak, és a múltbéli események miatt nem a szomorúságot kell előtérbe helyeznünk, hanem erőt kell merítenünk belőle. Nem szabad feladni a küzdelmet, hogy erős nemzetté váljunk, a közös ünnepekkel pedig megtaláljuk a formáját az összetartozás erősítésének. Alpolgármester úr beszéde után a Sárréti Népi Együttes az ünnephez illő dalcsokrot adott elő. Azért oly szép.
magyarság tudatot erősítő dalcsokrok után a megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait és koszorúit a turulszobor talapzatánál. Elsőként a városvezetés, majd az intézmények és egyesületek képviselői tisztelegtek a trianoni emlékmű előtt. Megemlékezés részvevői tiszteletüket fejezték ki azok előtt a magyarok előtt, akik már több mint 90 éve határainkon kívül élnek, és azokért, akik már nem hazánk területén születtek, de magyarnak érzik magukat. A Nemzeti Összetartozás napját ünneplők végül közösen elénekelték a szózatot.